Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, Húsvét második vasárnapja van, ez immáron 20 éve, az isteni irgalmasság vasárnapja. Jézus mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok, így ezen a napon, az isteni irgalmasság vasárnapján azokra az emberekre is gondolnunk kell, akik hivatásszerűen teszik az isteni irgalmasság cselekedeteit, így a mai szentmisében, az egészségügyben dolgozókért imádkozunk. Ahhoz, hogy ezt alkalmas lélekkel tehessük meg, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
könyörögjünk. Örökké irgalmas Istenünk, Te lángra lobbantod a neked szentelt néphitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi hívek álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem töltött el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda történt és sok jel adatott. A hívek mind összetartottak és közös volt mindenük. Birtokaikat eladták és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek. Minden nap összegyűltek a templomban egy szívvel, lélekkel. A kenyeret házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki nagy irgalmasságával Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben megnyilvánuljon. Örüljetek tehát akkor is, ha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzpróbát kiált veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mivel szeretitek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele, amikor eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét, a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok újongani. Ez az Isten igéje.
az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak. Pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat. De ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújts ki a kezedet, és érints meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki: most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, amint azt a bevezetőben János atyától hallhattuk, a mai vasárnap az úgynevezett irgalmasság vasárnapja, melyet 20 évvel ezelőtt 2000-ben II. János Pál pápa vezetett be. Isten irgalmassága abban áll, hogy az Atya nem kímélte a fiát, amikor elküldte őt az emberek üdvözítésére. Jézus kereszthalála és feltámadása által felszabadított minket bűneink súlyától és az örök haláltól. Ez a legnagyobb irgalmasság hozzánk, emberek iránt, mert mi egyedül nem tudnánk megválni a legsúlyosabb bűneinktől sem, és az örök haláltól sem. A katolikus egyház tanítása szerint vannak az irgalmasságnak úgynevezett testi és lelki cselekedetei. Ilyenek például betegeket meglátogatni, szomorkodókat megvigasztalni, éhezőknek ételt adni, valamint imádkozni az ellenünk vétőkért. Jó lenne ezeket a jó téteményeket minél inkább gyakorolni, hiszen amit a legkisebb testvérek közül eggyel is tettetek, nekem tettétek, mondja Jézus. Kedves testvéreim, hányszor fordul elő, hogy azt mondjuk, hogy jól vagyunk Isten nélkül, nincsen szükségünk rá, és ezzel újra és újra felvesszük az álarcot, ezzel hazudunk másoknak, és hazudunk önmagunknak is, ami a legnagyobb probléma. Egyedül nem vagyok képes semmire,
hiszen egy láthatatlan, parányi dolog is el tudja venni az életemet. Ki vagyok én, hogy megmentsem magamat? Szükségem van tehát az irgalmasságra, hogy le tudjam vetni az állarcot. Nem az Isten irgalmatlan hozzánk, hanem mi egymáshoz és önmagunkhoz. Megfosztjuk magunkat az Istentől, és ez a legnagyobb irgalmatlanság a lelkünk számára. Amikor a belénk teremtett természetet, ami a természet feletti keresésére törekedne, kioltjuk e világ javainak a hajszolásával. Lelki világunk ekkor összeomlik, és tudomást sem veszünk róla. Becsapjuk önmagunkat, hogy minden rendben van, és közben jön a depresszió és egyéb más betegség. Engedjük tehát, hogy irgalmazzon nekünk az Isten, ha már annak ellenére szeret minket, hogy mi mindent elkövettünk ő ellene, hogy keresztre feszítettük a fiát. Vegyük le az állarcot, és éljünk Isten ajándékával, az irgalmassággal. Hogyan tehetem meg ezt? Azzal például, hogy megvallom, hogy van Isten, aki szeret minket, és bűneim ellenére is meg akar menteni engem a fia áldozathozatala által, hogy az örök boldogságba kerülhessek. Vagy például olyan gondolkodás móddal, mint amilyen volt Olofsson Placid atyának. Az ő nevét mi országszerte ismerik. A kommunista időkben ezt az atyát 10 évre a gulágra hurcolták. Többek között attól lett lebilincselő az erről az időről tartott előadása, hogy olyan derűvel és jókedvel tudott mesélni az őt ért szörnyűségekről, mintha egy kellemes kaland lett volna az egész. Megfogalmazta a túlélés 4 szabályát, melyel önmagát és sok más embert is átsegített a nehézségeken. Útmutatása a ma emberének is, nekünk is komoly támaszt jelenthet. Azt mondja, a szenvedést nem szabad dramatizálni, mert attól még gyengébb lehetek. Keresni kell ugyanakkor az élet apró örömeit, mert ez az élet művészete, és ekkor válhatok mindinkább boldogabbá. Különbnek lenni, mint a rossz akaróim. Nem szabad lesüllyednem az ellenem vétők szintjére. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb elviselnie a szenvedést. Nekünk hívő embereknek a jó Istenbe kell kapaszkodnunk, és ezért nekünk könnyebb is elviselnünk akár a mai krízis helyzetet is. Isten irgalmassága továbbá a szentségekben is megmutatkozik. A keresztség, amiben Isten gyermekévé válhatunk, és az Istent atyánknak szólíthatjuk. A bűnbocsánat szentsége, amelyben leveszi vállunkról a legsúlyosabb terhet. Az eukarisztia, amelyben saját testét, mint lelki táplálékot adja magát. A bérmálás, amelyben a Szentlélek megsegítő kegyelmét kapjuk meg. A házasság szentsége, amelyben megszenteli az Isten egy férfi és egy nő kapcsolatát. Az egyházi rend, amelyben követhetjük Jézust papi mi voltában. A betegek kenete, amelyben az Isten még a legsúlyosabb betegségünkben sem hagy magunkra. A mi feladatunk csak az, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Az Isten kínálja, nekünk csak el kell fogadnunk, és amit nem szabad elfelejtenünk, hogy Istennek ezen ajándékaiért mindig hálát kell adni. Teréz anya, az irgalmasság misszionáriusa így bátorít bennünket, ha esetleg nem hálálnák meg nekünk ezeket a jó cselekedeteket. Ha annyi jót teszel az emberekért és nem köszönik meg, ne törődj vele, te csak tedd a jót, az Isten majd megjutalmaz érte.
Mikor mutatta meg az Isten a leginkább, hogy irgalmas hozzánk? Akkor, amikor a leghálátlanabbak voltunk, és megöltük a fiát. Krisztus miután keresztre feszítették, alászállt a poklokra, hogy üdvözítse az ő előtte megholtakat, ahogy azt a hiszek egy imádságban is imádkozzuk. Tehát Isten irgalma nem csak az élők, de a holtak iránt is megmutatkozott. Az élők iránt meg úgy mutatta meg, hogy feltámadása után nem egyből a mennybe ment, és itt hagyott mindent, hanem erőt és hitet adott az embereknek, azáltal, hogy találkozhattak a feltámadottal, és tanította őket még 40 napig. De utána sem hagyta magára az ember, hiszen Jézus mennybe menetele után, meg az ő szent lelkét küldte hozzánk, aki vezet minket nap mint nap. Kedves testvéreim, mint ahogy egy csecsemő rászorul az édesanyjára, hogy etesse, nevelje és szeresse őt, ugyanúgy a legkisebbektől kezdve a legbefolyásosabb vezetőig mindenki rászorul az Isten szeretetére, nevelésére és bocsánatára. Semmilyen emberi hatalom nem örök, hanem véges, és egyszer majd el kell számolni minden cselekedetünkkel, tehát mindenki rá fog szorulni az Isten irgalmára. Éljünk úgy, hogy életünk végén Istennek könnyebb legyen döntenie a hova továbbról. A világ nagy része véleményem szerint nem a koronavírus megbetegedésében szenved, hanem abban, hogy könyörtelenek vagyunk egymás iránt, szavakkal, tettekkel, mulasztással. Pedig ennek a problémának csak egy a kulcsa, hogy megváltoztatom magamat, nem a másikat, hanem önmagamat. Így elnyerhetjük a lelki békét, Krisztus békéjét, amelyre most kifejezetten nagy szükségünk van. Köszönöm, Uram, hogy irgalmazol nekünk. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennybe. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, én halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és az eljövendőt. Mindenható mennyei Atyánk, a Te akaratod szerint peregnek életünk percei. Fogadd el könyörgésünket, amelyekkel most a járvány idején magunk, beteg és elhunyt testvéreink számára irgalmasságodat kérjük. Urunk Jézus Krisztus, Te földi életed során
Meggyógyítottad a betegeket és a szenvedők panasza mellett, nem mentél el részvét nélkül. Adj enyhületet és egészséget minden beteg testvérünknek. Urunk, te csendes és engedelmes názáreti tevékenységeddel szentelted meg az emberi munkát. Adj hitet, erőt és kitartást az egészségügyben dolgozóknak és mindazon testvéreinknek, akik a nehéz helyzetben fáradhatatlan munkálkodással szolgálják embertársaikat. Kérünk téged, hallgass meg! Népek tanító mestere, add, hogy felismerjük a csendesen, nyugodtan és zártan töltött napokban a lehetőséget a lelkiismeret vizsgálatra. Kérünk téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy mindig készek legyünk testvéreink megsegítésére és akaratod teljesítésére, hogy az utolsó napon hallhassuk hangodat, beteg voltam, és ti meglátogattatok. Kérünk téged, hallgass meg! Fogadd jóságosan a járványban elhunytak és valamennyi megholt lelkét örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg! Könyörögjünk! Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza, mutasd meg segítő hatalmadat rajtunk és beteg testvéreinken, hogy irgalmad erejéből a járványtól megmeneküljünk, és egészségben örvendhessünk egyházadban, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházja. Urunk Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Dicsőséget betöltik a mennyei.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Norbert és Ágoston atyáinkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, András püspökünket és Márton apátunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amen.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában és keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra. Tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hirdetjük a kedves testvéreknek a következőket. Templomunk előtere egész nap nyitva áll, ahol van lehetőség fertőtlenített keretek között imádkozni, biztonságos távolságban egymástól. Használjuk ki a szentségi Jézus jelenlétében töltött idő lehetőségét. Jövő héten innen az apátsági templomból közvetített szentmiséinket a már megszokott rendben szombaton és vasárnap este 7 órától tekinthetik meg a Rábaközi televízióban, akár a televízió YouTube csatornáján, vagy a www.molnarkft.hu honlapon. Szenteljük meg ebben a formában is a vasárnapot a szentmise átimádkozásával, akár a televízió képernyőjén keresztül. Továbbá buzdítunk mindenkit az otthoni szentmise hallgatásra, akár naponta a Bónum televízió műsorán, vagy a Csornán is fogható katolikus rádió 104,6 frekvenciáján reggel 7 órától. Veres András győri megyés püspök atya rendelkezése értelmében az egész Győri Egyházmegye területén Soprontól Tatáig a tavaszi bérmálások áttolódnak az őszi időszakra, így a templomunkba pünkös napjára tervezett bérmálásra is majd ősszel kerül sor egy később meghatározott időpontban. Addig is imádkozzunk a bérmálkozásra és megkeresztelkedésre készülőkért. Lelkipásztori ügyekben továbbra is bátran keressenek minket, elérhetőek vagyunk akár az interneten, akár a 261-518-as telefonszámon keresztül. Apátsági templomunkban továbbra is minden nap mutatunk be szentmisét. Szívesen imádkozunk szentmiséinkben szándékaikra, szentmise szándék iratására továbbra is van lehetőség elérhetőségeinken keresztül. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy az Új Ember és Keresztény Élet újságok zavartalanul megvásárolhatók a templom előterében. Ajánljuk figyelmükbe ezt a lehetőséget. Istentől megáldott hetet kívánok mindannyiótoknak, fogadjátok ehhez az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjünk békével, alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.